Néhány speciális fából készült golfütő, labda, a lyukakat helyettesítő zászlók és egy füves terület. Csupán ez a néhány dolog elegendő a grundgolf játékhoz, amelyet mostantól Tatán is kipróbálhatnak az érdeklődők az Áhi-jóga Egyesületnek köszönhetően. Én úgy tudom, hogy ez Japánból származik, sőt még úgy tudom az előtti időszakból, Tibetből, de Japánban terjedt ez el, és ott sok százezeren játszak, talán a millióan is. Igen, fogyatékkal élők is, meg idősek, fiatalok is játszák ezt, egy nagyon elterjedt sportjáték. Ez a golf mindenki számára szól, hisz a golf úgy tudjuk, hogy a gazdagok számára elérhető, drága sport. Itt ez igazából bárhol eljátszható, bárhol megcsinálható, ahol füves terület van. Ki megy piknikezni, hogy bárhová is viszi magával, és jó levegőn van, koncentrál, játszik, bárki beállhat. Azért kell hozzá egy ilyen bójás zászló, de hát igazából ezt is be lehet szerezni, ütő, meg egy labda, ennyi. Ez a játék nagyon jó lesz a fogyatékkal élőknek, mert először is kijön a szabadba, másodszor megtanul egy kicsit még jobban koncentrálni, friss levegőn van, mozog, koordinálja, úgyhogy ez egy jó összetett sporták, ami szerintem fejleszti őket. A Magyar Grundgolf Egyesülete, mi kötöttünk egy szerződést, ők hozták ezt be, és mi vagyunk neki a partner, bár szerintem bárki megtalálja ezt, de mi Tata környékén mi szeretnénk ezeket meghonosítani. De lehet, hogy nyáron lesz egy pár hét nyári szünet a tatai diák otthon, vagy képzelhető, de folytatódni fog természetesen ez a program, hisz szervezni fogunk különböző iskolákba, otthonokba, meg szerintem ki a kastélytár térbe is szervezünk ilyen találkozót.